A koronavírus járvány ideje alatt sokan töltik a szabadidejüket a természetben. Az erdőn mezőn való séta során azonban néhányan nem tartják be a kirándulók etikettjét, szemetelnek vagy éppen szabadon engedik a kutyájukat. Egyik cselekedet sem túl szép, ráadásul büntetést vonhat maga után. Nagy Péter Zalán, a Homokhátság elnöke arról beszélt, itt is jellemző mindkét probléma. nagyon sok gyakorlati tapasztalatunk van erre nézve. Nyilvánvalóan a pandémia miatt egyre többen jönnek ki a szabadba, és meg kell hagyni, hogy számos olyan körülmény történik, ami problémát jelent. Nem csak uh, mi számunkra, a vadászok számára, de az itt élők és azok számára is, akik egyébként régebben is kijártak, és most is kívánnak kijárni. Kifejezetten gondolok itt olyan tevékenységekre, mint például a szemetelés, vagy a kutyasétáltatás. Ez a két olyan körülmény van, ami ami nagyon rányomja a bélyegét a mindennapjainkra, és sajnos olyan körülmények is ezek, amelyekért adott esetben vagy szabálysértési eljárást, vagy pedig büntető eljárást kell kezdeményeznünk. A pórázzal történő kutyasétáltatás nem csak a vadászok miatt fontos. Hát ennek nagyon sok olyan objektív feltétele van, amiket mindenképp meg kell tartani. Az első körben, és talán szerintem a legfontosabb az, hogy nem csak és kizárólag a vadászok miatt kell odafigyelni arról, hogy ez pórázban pórázzal tegye meg a kutyasétáltató, hanem önmagában a kutyáért is számos olyan betegség vagy fertőzés elkapható, a kutya által természetesen, ami utána akár az ember is átvihető, és ezeknek a ez csak úgy kezelhető, vagy úgy előzhető meg, hogyha tényleg pórázon sétáltatja. Másrészt nyilván sok olyan körülmény van, ami miatt egy kutya meg, meg, megugorhat, elszaladhat, megijedhet, vagy olyan inger éri, ami miatt elszalad. Ez, ezek nagyon fontos körülmények, hogy ezeket a kutya sétáltató úgy tudja kezelni, és úgy tudjon ezzel erre hatni, hogy a kutya ne szabaduljon el, ne menjen el abban az esetben például, hogyha ez a kutya nem csak hogy elszalad, hanem kin is marad a területen, azért itt az állatkínzás büntetőjogi következményeihez is, mint tényállási jelen természetesen, nem mint effektív ö, állatkínzás, de ö, hogyha kín marad a területen és ezt a kutyát elhagyja, akkor vagy kiteszi, akkor ez bizony bűncselekményt követel ezzel az elkövető, szóval ezekre nagyon oda kell figyelni. A másik ilyen kérdéskör pedig az, hogyha ezeket a fertőzéseket fölveszi esetleg a kutya, úgyhogy ezekkel mindenféleképpen nagyon szigorúan és nagyon elővigyázatosan kellene bánni. Hát tekintettel arra, hogy a vadászatok általában a felkelte előtt egy órával és napnyugta után egy óráig tartanak, ez a tipikus vadászati idő, ezért mindenképpen azt szeretnénk kérni, hogy ha, le, ha és amennyiben lehetséges, napfelkelte utáni egy óra után kezdjék el a kutyasétáltatást, és lehetőleg már, amikor megy le a nap, akkor már ezt fejezzék be. A vadászat folyamatosan zajlik a területen, amely nem öncélú pusztítás, hanem vadgazdálkodási szempontból fontos tevékenység. Hát a vadak számossága az, ez egy hatósági előírástól függ. Mert hát mi természetesen a vadgazdálkodást azt a hatóság felügyelete által és a hatósági szabályoknak, jogszabályoknak megfelelően látjuk el. A duvad tekintetében nagyon szép eredményeket értünk el. Itt egy ilyen 70-80 körüli száma, amit a rókával, rókát elejtettünk, és körülbelül 24-25 a sakál. És én ezúttal szeretném megköszönni is a vadásztársaimnak, hogy mennyire etikusan és professzionálisan állnak a, a vadászati tevékenységhez. És azt gondolom, hogy nagyon Ügyfélbarátok is vagyunk, és próbálunk odafigyelni arra, hogy mindenkinek, akire, akinek szüksége van az erdőjáráshoz, segítségre, vagy olyan problémát, anomáliát, bármit tapasztal, ami ahhoz kell, hogy mi tudjunk segíteni, akkor a Facebookon a homokhátsági vadásztársaságot nyugodtan keressék telefonszámunk megvan ott, elérhetőségeink ott vannak, és akkor vagy a vadőr, vagy, 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 én, vagy bárki, aki ebben tud segíteni, föl fogja venni az adott személye a kapcsolatot, és meg fogjuk próbálni ezt megoldani. A dúvadak közül az aranysakál okoz problémát a környéken. Az állat megtelepedett a térségben, robbanásszerűen növekedett az egyedek száma. Nagyon nagy probléma az aranysakálnak a kérdésköre. Az elmúlt pár évben a déli megyékből húzódott föl egészen északig. Ez egy olyan állat, nagyon invazív most, ami gyakorlatilag a rókától egy kicsit nagyobb, a farkastól viszont kisebb. Egy ragadozó, leginkább ö, ilyen apró rákcsalókat táplálkozik, de minden dögött, mindent elfogyaszt. Ö, ezért is nagyon fontos, hogy ez, ez, ezt a robbanásszerű létszámnövekedést szabályozzuk. Nem csak a mi ötletünk, meg nem a mi kizárólagos elképzelésünk az, hogy akkor mi most ezeket kiírtjuk, hanem ez egy jogszabályi kötelezettség, hogy gyéríteni kell, ez a szakkifejezése és e tekintetben meghatározza a hatóság, hogy hányat kell elejteni, és milyen módon. Csapdákkal, fegyverrel, lesvadászattal, cserkeléssel, természetesen ezek közül a vadgazdálkodó választhat. De a számosság tekintetében a nagy eltérés nem enged a hatóság. Tehát ezt nem mi találjuk ki, és nem csak a mi kényünk kedvünk, hanem ez egy kötelezettségünk is. A közelmúltban orvadászokat fogtak a vadásztársaság területén, akiknek az elfogása sikernek számít, hiszen a tisztességtelen vadászokat nehéz tetten érni. Az orvadászat az mindig jelen van sajnálatos módon, és nem nagyon fogunk tudni vele mit kezdeni, gyakorlatilag megvannak azok a, az eszközeink, amivel ha felfedezzük, akkor megpróbálunk eljárást indítani, és felfedni azt, hogy ki van ezek mögött a cselekmények mögött. De ugyanakkor nyilván egy, hur, egy hurok kihelyezés, ami tipikus esete az, az orvadászatnak, azt nagyon nehéz bebizonyítani, hogy kiraki a helyezi el. Megvannak azok a lehetőségeink, és nyilván együttműködünk a hatósággal, hogy ezeket felderítsük. Így sikerülhetett most a, a tavasszal egy, egy eljárás megindítanunk, ami még én úgy tudom folyamatban van, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem is nagyon szeretnénk egyelőre nyilatkozni. Meglátjuk, hogy, hogy ennek folyamányaként hogyan és miként fogunk tudni a jövőben eljárni. Én bízok benne, hogy hatékonyabb, a hatékonyságot növelni tudjuk, hatékonyabban tudunk eljárni. Meglátjuk. Sajnos probléma, úgyhogy ha valaki ilyet észre, kérem, hogy ezt is jelezzék.